Jó napot kívánok! A nevem dr. Csíphalvai Edit. Az energetikai gépek és rendszerek tanszéken dolgozom, habilitált egyetemi docensként. Habilitációs doktori fokozatomat az UNKP ösztöndíjas időszak alatt szereztem meg. Mindenképpen javaslom a fiataloknak, hogy amennyiben tehetik, pályázzanak UNKP ösztöndíjra, mert nagyon sok előnnyel jár. A kutatásom során gyújtófolyadékok környezeti fenntarthatóságának vizsgálatával foglalkoztam. A kutatás alatt egy nemrégiben kidolgozott új mérőszám, az etanol-ekvivalens alkalmazását vezettem be gyújtófolyadékok környezeti értékelésére, amelynek során a környezeti fenntarthatóság értékelését két alappillér alapján végeztem el, az alapanyagok újratermelődésének kinetikája, valamint a hulladékok lebontásának kinetikája szerint. A célom az volt, hogy a jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható gyújtófolyadékokra, valamint potenciális biomassza eredetű gyújtófolyadékokra és elvégezzem ezeket a vizsgálatokat. Az értékelést biztonságtechnikai és emissziós szempontból, toxicitási szempontból, etanolekvivalens és az ebből a kialakuló kukoricaekvivalens és földterületekvivalens alapján, valamint az újratermelődési mutató, a hulladék mutató és a fenntarthatóság index szempontjából végeztem el. A vegyipar zöldítése az elmúlt 20 év központjában áll, mivel a szennyezés megelőzés előtérbe került, és a nyersanyagoknak a megfelelő kiválasztása is teret hódított. A megújuló energiaforrások, valamint a nyersanyagforrások alkalmazása előtérbe került, de a kutatások során kiderült, hogy a volumen kulcsfontosságú. Ezért indokolt a gyújtófolyadékok vizsgálata, ugyanis azoknak előállítása és felhasználása kilotonna mértékben történik. A gyújtófolyadékok lehetnek szénhidrogén alapúak, amelyek C10, C13-as alkánok és alkének keverékei, de tartalmaznak alacsonyabb szénatom számú szénhidrogéneket is a könnyen meggyújtás szempontjából. A US EPA Air and Energy Engineering Research Laboratory megbecsülte a párolgárból és az égésből származó illékony szerves anyag emissziót, ezért a számítások, illetve a kutatás során szempont volt az illékonyság vizsgálata. A gyúlékonyság és az illékonyság, ez egyben egy mellékhatást is jelent, mert hogy nem kívánt szaga vagy illata lehet ezeknek a gyújtófolyadékoknak. Esetleg megoldást jelenthet illatosított gyújtófolyadék. A növényi, vagyis biomassza eredeti gyújtófolyadékok közül kiemelném például a terpéneket, amelyek rövid szénhidrogénokkal, rövid szénláncú alkoholokkal történő keverékei nagyon jó megoldást mutatnak, és erre egy szabadalom is született. A vizsgálataim során gamma-valerlaktonnal, illetve annak etanolal történő keverékével foglalkoztam, valamint az értékelésemet kiterjesztettem normál butanol és biodízel keverékére is. Ezek nemrégiben megjelent szabadalmakon alapulnak. A korábbi eredmények alapján a gamma-valerlakton bizonyítottan előállítható lignocellulózból, illetve cellulóz tartalmazó hulladékokból, és bizonyítást nyert, hogy lassan gyullad meg, valamint lámpásban nagyon jól ég. Összegyűjtöttem mind a kereskedelmi forgalomban kapható, mind pedig a biomassza eredetű gyújtófolyadékoknak a fizikokémiai tulajdonságait táblázatokban, de ezeket sokkal inkább szemléletesebb módon táblázatok helyett diagramokon ábrázoltam. Az értékelés biztonságtechnikai és emissziós szempontból az alábbi diagramokon mutatom be. A baloldali ábrán a lobbanáspont és a forráspont szerinti értékelés látható. Azt láthatjuk, hogy amíg a Landmann, a terrakotta, a gamma-valerlakton és az etillevulinát, ezek habár különböző eredetűek, hasonló forrásponttal rendelkeznek, a lobbanáspontjuk teljes mértékben eltérő egymástól, ezért, illetve a
gamma-valerülakton és az etilevulinát hasonló tulajdonságú szempontjából indokolt mindkettőnek a vizsgálata. A magas lobbanáspont azt jelenti, hogy maga a gyújtófolyadék nehezebben gyújtható meg, de biztonságosabban tárolható. Ha alacsony egy gyújtófolyadéknak a lobbanáspontja, akkor az körültekintőbb meggyújtást igényel, de rövidebb áztatási időt ezzel szemben. A magas forráspont biztonságosabb tárolást jelent. A jobb oldalon látható a különböző gyújtófolyadékoknak a gőznyomása 20 fokon. Kiemelném, hogy a Landmann és a Terrakotta 100 fokon mért értékét tartalmazza. A nagyságrendi eltérések miatt logaritmikus léptékben történt az ábrázolás. A nagyobb gőznyomás azt jelenti, hogy nagyobb levegőszennyezést okozhat, például az üvegnek a kinyitása vagy az áztatási idő alatt. Azt láthatjuk, hogy a gamma-valerulakton és az etillevulinát nagyon alacsony gőznyomással rendelkezik, amely kedvező mind a tárolás, mind a meggyújtás szempontjából. Amennyiben a fűtőérték alapján történő értékelést vesszük sorba, azt láthatjuk, hogy az etillevulinát fűtőértéke a legalacsonyabb, mivel az tartalmazza a legtöbb oxigént, kötött állapotú oxigént, viszont a cippó és a ronzonol gyújtófolyadékok a legmagasabb fűtőértékkel rendelkeznek. Az oxigén tartalom növelésével alacsonyabb fűtőértéket tudunk elérni. Vizsgáltam azt is, hogyha azonos oxigén tartalom mellett nagyobb széptartalma van az anyagnak, akkor nagyobb fűtőértéket lehet elérni. Összehasonlítottam az etanol és a butanol esetét, fűtőértékét. Toxicitás alapján is elvégeztem az összehasonlítást, és ami érdekes, hogy a Landmann és a Terrakotta kereskedelmi forgalomban kapható gyújtófolyadékokra sajnos nincsen adat. A ronzonol negatívnak tűnik, de ez a negativitás, ez konkrétan csak az ábrázolás miatt tűnik negatívnak, ugyanis logaritmikus léptékű maga a diagram. A cippó esetében ökotoxicitást vizsgáltak, míg az összes többi gyújtófolyadék esetében patkány orális dózisát láthatjuk. Ez az LD50-es érték azt jelenti, hogy a patkány testtömeg kilogrammjára vonatkoztatott mennyiséget gramban adják meg, abban az esetben, amikor az egyedek 50%-a elhalálozott. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a legkevésbé toxikus vegyület a normál butanol, de szintén kedvező értéke van a gamma-valerülaktonnak. Az etanol ekvivalens alapú számítás módszertanát az alábbiakban foglaltam össze. A kereskedelmi forgalomban kapható gyújtófolyadékok fűtőértékének ismeretében az energiaekvivalencia alkalmazásával kiszámolható egy etanol ekvivalens érték. Ezen felül tudva, hogy mennyi magának a etanol előállításnak az energia szükséglete, kiszámolható egy tényleges etanol ekvivalens. 2016-tól kezdve az etanol előállítás hatékonysága 4-re nőtt, amely azt jelenti, hogy egy egység energia befektetésével 4 egység energia nyerhető ki, ezt etanol egyenértékben megadva, erről egyenlő 4-jel számolhatunk. Annak ismeretében, hogy mennyi a hektáronkénti etanolhozam, egy kukorica ekvivalens, valamint földterület ekvivalens is meghatározható. Az értékelés során kiszámítottam az EE-vel jelölt etanol ekvivalens, az EE4-jel jelölt tényleges etanol ekvivalens, a KE-vel jelölt kukorica ekvivalens és az FE-vel jelölt földterület ekvivalens értékeket. A szürkével jelölt sorok a kereskedelmi forgalomban kapható gyújtófolyadékok, míg a zölden jelölt sorok a biomassza eredetű gyújtófolyadékok, illetve általam javasolt potenciális vegyületek és elegyek értékeit tartalmazzák. Az egyszerűsítés kedvéért összehasonlítottam az értékeket Monaco területével. Monaco 2,02 négyzetkilométer területű, összevetésképpen az ExxonMobil Baytowni telephelye pedig 13 négyzetkilométer tesz ki.
Azt láthatjuk, hogy a legalacsonyabb etanol ekvivalens, tényleges etanol ekvivalens és kukorica ekvivalens, valamint földterület ekvivalens értékek a gamma valerű laktanhoz tartoznak, nevezetesen Monaco területének 6,5-szeresét kellene bevetni kukoricával, hogy ezt, mint gyújtófolyadékot éves szinten 5000 tonna mennyiségben előállítsuk. A környezeti fenntarthatósági mutatót két alappillérre helyezve az alábbi egyenletek szerint számítottam. Az SV-re angol nomenklatúra szerinti újratermelődési mutató, amely tartalmazza az etanol előállítás hatékonyságát, vagyis az ROE-t, és összeveti, hogy mennyi az EE Available Resource, vagyis az elérhető termelt etanol mennyiség, van-e másodlagos nyersanyag mennyiség, amit EE Secondary Resource-sal jelöltem, ezen kívül mennyi a szükséges etanol mennyiség, amely az adott gyújtófolyadék etanollal történő helyettesítéséhez szükséges. Ez utóbbit EE Necessary Resource-sal jelöltem. Ennek a kinetikája tartalmaz az első egyenlet. A második alappillér a hulladékkezelési mutató, amelyet SV Waste-tel jelöltem, angol nomenklatúra szerint. Ebben azt láthatjuk, hogy amennyiben előállítunk egy gyújtófolyadékot etanolból, akkor az előállítás során keletkezik hulladék, ez az úgynevezett EE Generated Waste. Ezt vagy kezeljük, akkor ezt EE Treated Waste-ként, amennyiben nem kezeljük, EE Untreated Waste-ként kezeljük, és ezekhez mind tartoznak megfelelő kezelési idők. Ezeket egy mutatóba agregálva meghatározhatjuk az úgynevezett SUS-ind, vagyis fenntarthatósági indexet. Hogyha minden erőforrás helyettesíthető etanollal, akkor az SV-re pértékünk egy. Abban az esetben, ha minden hulladék újrahasznosítható, vagy adott időn belül kezelhető, az SV waste értékünk is egy. Következésképp, a fenntartható környezeti fenntarthatóság határának egy 0,5-ös értéket állapítottunk meg, amely éppen fenntartható értéket jelent, kedvező, hogyha ennél nagyobb értéket kapunk. Ha 0,5-nél alacsonyabb értékünk van, az azt jelenti, hogy környezeti szempontból az az adott folyamat nem fenntartható. A részletes számítást normál butanóra fogom bemutatni. A normál butanol esetében van egy 4 lépéses reakció, amely etanolból történő előállítást tesz lehetővé. A részleteket nem szeretném elmondani, csak annyit, hogy minden egyes részlépésben figyelembe vettük a konverziót és a szelektivitást, illetve ezek szorzatából kialakult huzamot, és azt láthatjuk, és feltüntettük, hogy mennyi az egyes reakciók során keletkezett hulladék mennyisége. Vagyis bruttó 63% hozammal tudtam számolni. A bruttó egyenletből látható, hogy keletkezett víz is. Az újratermelődési mutató kiszámítása során egyrészt figyelembe vettem, hogy az Európai Unióban mennyi a normál butanol felhasznált mennyisége, először is egy szénatom ekvivalenciát, majd ez alapján a hozam figyelembe vételével egy etanol ekvivalens számoltam. Ezt kiegészítettem a reakció entalpia értékével, és ebből meghatároztam, hogy mennyi az úgynevezett SV-rep értéke. Figyelembe véve, hogy 2016-tól az ROE értékünk 4, egy fenntartható értéket kaptam. A hulladékkezelésnél szintén figyelembe kellett venni, hogy milyen hulladékok keletkeznek, és annak milyen a természetben lévő lebontása. Ezeket az alábbi táblázatban láthatjuk. A számításunk azt mutatta, hogy a hulladék oldalról 0,49-es érték egy alacsonynak mondható érték, aminek következtében a fenntarthatósági mutató csak közelíti a 0,5-ös fenntartható értéket, de sajnos nem éri el azt. Vagyis a újratermelődés szempontjából elérjük ezeket a kritikus értékeket. A kukorica és a földterület ekvivalens szempontjából pedig, ha összevetjük Magyarország területével, akkor azt láthatjuk, hogy bőven benne vagyunk a Magyarországon termelt kukorica mennyiségben.
Eredmények szempontjából elmondható, hogy ipari léptékben megvalósítható reakció kombinálásával bioetanolból normál butanol állítható elő 63%-os hozammal. A bruttó reakció exoter, így maga az egész a reakció entalpiákkal együtt egy csökkent értéket ad, vagyis S-vérekünk egy 5 egész fölötti érték lesz. A hulladékmutató viszont alacsonyabb, mint a kritikus 1, ezért a fenntarthatósági mutatónk alacsony. Elegendő nyersanyagunk van, de sajnos gyenge a hulladékközelésünk, ezért maga a helyettesítés csak közel fenntartható. Ezt összevetve Magyarország kukoricatermelésével azt mondhatjuk, hogy ez Magyarországon viszont megvalósítható értéket ad. A környezeti értékelést kiterjesztettem GVL és etanolelegyre, valamint etillevulinát és etanolelegyére, de ezeket továbbiakban nem szeretném bemutatni az időrövidsége miatt. A vállalásokat a megadott határidőre teljesítettem, tanszéki szeminárium mi előadást tartottam, valamint egy idegen nyelvű referát folyóiratban jelent meg cikkem, a magyar nyelvű cikkem folyamatban van. Egy hallgató TDK konferencián vett részt, és az eredményeimet más projekt eredményeivel együtt közösen integrálva vagy szóbeli előadás formájában egy nemzetközi konferencián mutattam be. Köszönöm szépen a figyelmet!